A Mi Hazánk mozgalom felháborodva értesült arról, hogy a tápióssági pedofilt hazaengedték, és otthonában tartózkodik, sőt azt is megtudtuk, hogy minden héten egy napot szabadon eltávozhat a lakásából, utazgat a környező településeken, és sajtóhírek szerint az áldozataival, azokkal a 6 és 10 év közötti kislányokkal is találkozott már az utcán, illetve a buszon, akiket molesztált. Természetesen ezeket a gyermekeket sokszerűen érte ez a találkozás, és azt gondoljuk, hogy egyetlen egy pedofil bűnözőt sem engedhetnek szabadon, főleg azok után, hogy beismerte azokat a bűncselekményeket, amelyeket ezek ellen a 6 és 10 év közötti gyermekek ellen elkövetett. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom a betyársereggel karöltve most szombaton 13 órakor tápióságon, a tápiósági pedofil házánál fog tüntetni. A célunk az, hogy ugyanúgy, mint ahogy Törökszentmiklóson, a bűnöző kerüljön vissza a rácsok mögé. Azt gondolom, hogy pedofilokat, sőt semmilyen bűnözőt nem lehet visszaengedni az áldozatai közé, nem lehet a társadalom törvénytisztelő tagjai közé visszaengedni. Ezért amennyiben a szombati demonstrációt követő időszakban nem történik változás, akkor természetesen a tiltakozásokat folytatni fogjuk. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt Magyarországon, amely elfogadhatatlannak tartja a pedofil bűncselekményeket elkövetőkkel kapcsolatban a jelenlegi büntető törvénykönyvben található tételeket. A Mi Hazánk mozgalom kémiai kasztrálást követel a pedofiloknak. A világ egyre több országában vezetik be a kémiai kasztrálást. Mi azt követeljük, hogy Magyarországon is vezessék be a pedofilok kémiai kasztrálását, illetve továbbra is ragaszkodunk ahhoz, és a szombati demonstrációnk része is ennek, hogy hozzák nyilvánosságra a pedofilok valamennyi személyes adatát. Igenis jogunk van szülőknek, különösképpen joga van tudni azt, hogyha a településükön, a környezetükben pedofilok tartózkodnak, szabadon járnak, elnek a gyermekeink közelében. Tehát egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázist szeretnék létrehozni, ahol bárki láthatja a pedofilok valamennyi személyes adatát, fényképét és minden egyebet. Pedofilokra ne vonatkozzon semmilyen adatvédelmi törvény. A világ számos országában láthatunk erre is példát.